Hatalmas fényparádéval, zászlós felvonulással és koncertekkel megnyitott a dubai világkiállítás. Az expót egy évvel el kellett halasztani a világjárvány miatt. A nézőtéren az előírások miatt csak kevesen ülhettek, de a nyitó ünnepséget az emírségek 430 pontján óriás kivetítőkön élőben közvetítették. Nakján Sejk, a dubai kormány Expoért felelős főbiztosa kiemelte, hogy a megnyitó egybeesik az ország függetlenné válása és az emírségek egyesítésének 50. évfordulójával. A téma idén a lehetőség, a mobilitás és a fenntarthatóság. A ceremónián számos világhírű énekes is fellépett, köztük Eli Goulding és Andrea Bocelli. Mindannyian egy olyan éven vagyunk túl, amit eddig el sem tudtunk képzelni. Számunkra fontos dolgokat veszítettünk el, úgy mint a szabadságunkat vagy a méltóságunkat. De már végre látjuk a fényt az alagút végén. Remélem ez az esemény újra feltölt minket akarással és optimizmussal, és elfelejteti velünk a múltat, mondta a híres Tenor. A 35. világkiállítás péntektől március 31 éig látogatható oltással vagy negatív PCR tesztel. Ez az első Expo az arab világban, a szervezők 25 millió érdeklődőre számítanak. Idén 438 hektáron 192 ország mutatkozik be, a magyar pavilon Makovecímre organikus építészetét idézi meg.